A Panopresszó folytatásában Gutási Mártával beszélgetünk, a Mártíz Manufaktúra tevékenységét fogjuk nektek bemutatni az elkövetkező percekben, ugyanis a Facebookon az egyik kereskedő adok-veszek csoportban akadt meg a szemem a gyönyörű, aprólékosan, szeretettel kidolgozott textil nyuszikákon, és hát Márta készíti ezeket a gyönyörű nyuszikat, ez a témánk a folytatásban. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlök mindenkit! Ugye egyedi kézzel készített ajándékokat, dekorációkat készítesz. Mutasd be egy picit a manufaktúrátok termékskáláját, mi mindent szoktál készíteni. Állandó jellegű a manók, tehát valahogy, mint a nevünk is mondja, hogy manufaktúra, mi ezekkel a skandináv manókkal foglalkozunk, és nagyon különböző, most már funkciójukban próbáljuk elhelyezni különböző tárgyakon, tehát ez az alap. És mindig az aktuális ünnepkörhöz kötődően bővül a kínálatunk, tehát karácsonykor szarvasokkal, angyalkákkal, most húsvét környékén báránykákkal, nyulakkal pótoljuk ezt a kínálatot. De a manó az alap. Tehát őket készítjük, egyedi kis manókkal, egy kis ülő, kis állómanócskákat készítünk, párokban, tehát fiú-lány manócsaládokat is készítünk, ráhelyezzük őket kopogtatókra, koszorúkra, rátesszük asztaldíszekre, és akkor pótoljuk ezekkel az aktuális tárgyakkal. A felvezetőben említettem, hogy ugye hihetetlen kidolgozással készülnek ezek a kis nyuszikák, mondhatni tényleg, hogy lelkük van. Ami először is eszembe jutott látva ezeket a nyuszikat, az, hogy mennyi idő alatt készül el egy ilyen figura? Maga a megvarás az viszonylag gyors. Tehát az alap darab, a nyuszinak a teste, az talán fél óra alatt megvarható, kitömhető. Sokkal több időt töltünk azzal, hogy felöltöztessük, vagy megdíszítsük. Tehát itt rengeteg időt töltünk azzal, hogy a hatalmas anyagkészletünkből összeválogassuk a színeket, és utána felöltöztessük ezeket a kis nyuszikat, virágokat, szallagokat kötünk rájuk, masnikat készítünk hozzájuk, és igyekszünk, hogy minden, ami rákerül ezekre, akár a nyulakra, akár később a koszorúkra, vagy az asztaldíszekre, az többnyire kézműves dolog legyen. Tehát kézzel varott virágokat teszünk rá a készen kapható műanyag helyett. Az már több idő. Tehát maga egy ilyen nyulnak az elkészítése az 2 óra, hogyha nagyon ügyesek vagyunk. Van-e segítséged? Segítség, igen. Igen, ez a lányaimmal együtt készítjük ezeket. Tehát ez egy ilyen kis 3-as családi program. Az idősebb lánykám Kata, ő nagyon-nagyon ügyes, tehát ő készíti ezeket a nyulakat, angyalokat, szarvasokat. A fiatalabb pedig nagyon ügyes abban, hogy megfelelő környezetben lefényképezze, az internetre felrakja, ő tartja a kapcsolatot a megrendelőkkel, tehát ez egy ilyen teljes kis vállalkozással fejlődik lassan. Ki a fő ötletelő közöttetek? Honnan jönnek az ötletek? Hát mind a hárman, tehát amikor indul egy újabb szezon, akkor nekiülünk és ötletelünk, hogy mit kellene, mi az, ami szép, mi az, amit meg tudunk csinálni, mert rengeteg ötletet lehet az interneten keresztül is kapni, de nem biztos, hogy mi arra képesek vagyunk, hogy ugyanilyen minőségben, mint ahogy mi ott látjuk, elkészítsük. És aztán ezekből az ötletekből összeáll egy márcos jellegű dolog. Tehát ami már mi vagyunk, és ami már a miénk. Mondhatni akkor ez egy szuper családi program. Hogyan tudjátok összehozni a találkozókat? Azért biztos nehezen vagyok benne, hogy azért mindenkinek megvan a saját élete. Nagyon nehezen, mert 4 kicsi gyerek van a családban, tehát ugye 6 évestől a 6 hónaposig. Tehát kell az ő alvás időjükhöz is alkalmazkodni, az ő napirendjeikhez, és szakad. Tehát amikor a gyerekek alszanak, akkor összeülünk, és fél éjszaka ötletelünk, és aztán pedig lopkodjuk. Tehát kicsit a déli alvásban, én amikor délutáni esti órákban van szabad időm a munka mellett, meg én szerencsére egy éjszakai bagoly vagyok, tehát én hajnal 1-2 óráig tudok igazán jól dolgozni és belefeledkezni ebbe, mert akkor megszűnik a világ, és életre kelnek ezek a manók, nyulak, szarvasok és a többi. Mit mondanak a vásárlók? Milyen visszajelzések futottak be eddig hozzátok?
Hát nagyon örülünk annak, hogy amikor, tehát interneten keresztül is rendelnek tőlünk, mi ilyenkor az elkészült darabokat, tehát vagy készítünk előre is mintaként fönt van, ami azonnal elvihető, vagy pedig az alapján rendelnek, vagy egész egyedi elképzelések vannak, egyedi színkombinációk vannak. Ennek nagyon örülünk, mert ez mind nagy kihívás, hogy akkor hogy oldjuk meg, hogy a vevő elképzelését valahogy életre tudjuk kelteni. És a visszajelzéseink nagyon örömünkre az, hogy amikor megérkeznek ezek a tárgyak, vagy eljönnek érte, akkor azt mondják, hogy de gyönyörű, hát sokkal szebb, mint a képen. Hát ez egy nagyon szép dicséret. Milyen árkategóriába mozognak ezek a kis termékek, a kis manók, kis muszik? Hát úgy 500 dinártól, tehát egy egyéni manó, ami olyan 25-30 cm magas, az 500 dinár, és aztán a 2000-2500-ig attól függ. Tehát hogyha már egy koszorúra, egy nagyobb koszorúra, kopogtatóra manó családot kérnek, akkor az már sokszorozódik, tehát az már 2000-2500 dinár körül van. Tehát így 500 és 2500 között. Biztos vagyok benne, hogy nálad, ugye a kézműveseknél általában azt szoktam észrevenni, hogy az otthonukat is olyan különleges szeretettel szokták feldíszíteni így a húsvéti időszakban. De szoktad-e otthon feldíszíteni az otthonodat? Hogyha igen, akkor hogyan? Hát ez most nálunk egy kicsit fordítva van, mert nálunk a karácsony és a húsvét az nagyon sűrű. Tehát eleve a karácsony az nekem egybeesik a téli szünidővel, a bizonyítványosztással, az évzárással, a rendelések teljesítésével, és az utolsó két napban a karácsony előtt az, hogy te jó ég, akkor nekünk is kell valamit csinálni, és gyorsan rendet rakunk és kipakolunk. Na most ugyanez van húsvétkor is, hogy egyszerűen, tehát annyira kitölti az időnket az, hogy a munka mellett, a gyerekek mellett még ezekkel a dolgokkal is foglalkozunk, és ez olyan szétpakolós dolog. Tehát itt nagyon-nagyon sok anyag, sokféle kis kellék kézügybe kell, hogy legyen, hogy ezekre a dolgokra fölkerüljön, és igazából mi az utolsó napokban kezdünk rendet rakni és gondolkodni a miénken. Mindenképpen tehát a bejárati ajtó mindig van kopogtató, mindig az aktuális. A ház tele van már itt-ott manóval, nyuszikákkal, angyalkákkal, tehát amit úgy ezek az úgynevezett prototípusok elkészülnek, az otthon nálunk megtalálható a házban. Nagyon szeretem a festett tojást, tehát ez az igazi írókás, többszínre festett tojások, tehát tojásfa mindenképpen van a pulton, festett tojások is vannak, és ez a kis apróságok. Tehát kis nyulak, manók, báránykák itt-ott elhelyezve a lakásba, és tényleg mire húsvét reggele van addig, vagy nagy szombat estére, mire a sonkát megszedjük, addig teljes díszben van a ház. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak azt üzenem, hogy látogassatok el a Presszó Adelára, ugyanis megmutatjuk nektek ezeket a gyönyörűek kis állatkákat, figurákat. Szép napot kívánok neked! Én is nagyon köszönöm, szép napot és szép ünnepet kívánok mindenkinek.